Balmazi-város mindig is szerette a sportot, de az utóbbi időszakban, mintha a sport, mint téma, egyre inkább megosztaná a közvéleményt. Labdarúgói különösen nehéz helyzetbe kerültek. Hát a Balmazújvároson nagyon régóta van sportélet, hiszen ha csak a futballt nézem, az 1912 óta, de azon kívül más sportágak is vannak és voltak is. Nem tudom, sokan tudják-e, hogy például Balmazújvároson volt tenisz is. Tenisz szakosztály is, tenisz pálya is. Úgyhogy ugye nem véletlen az, amiért teniszpályát építettünk a kinti edzőcentrumhoz. Nem azért, mint amit sokan mondanak, hogy mert a képviselő szeret teniszezni, ez igaz, hogy szeretek teniszezni, de nem azért építünk teniszpályát. Ezt általában azok mondják, akiknek fogalmuk sincs arra, hogy milyen sportélet volt Balmazújvároson, és hogy valójában mi a sportnak az igazi jelentősége. Tehát aki életében nem sportolt, vagy csak a kötelező iskolai testnevelésen vett részt, attól nehéz elvárni azt, hogy érezze annak az ízét, amikor egy közösségben együtt küzdünk a sikerért. Még annak az ízét sem érzi, még ha nem is küzd a sikerért, hanem egy közösségnek a tagja, és a csapatunknak a sikeréért küzdünk. És hát most ilyen idő van Balmazújvároson, hogy tavaly augusztus óta az jól látszik, hogy a városban a sport az egy szitok szó lett nagyon sok ember szemében. Erre nagyon sokan rá is játszanak, eszközként felhasználják a futballt. Úgyhogy én büszke vagyok arra, bármilyen nehéz helyzetben is van a futball itt Balmazújvároson, hogy be tudjuk fejezni a bajnokságot. Hiszen tavaly még ez is kérdés volt, hogy egyáltalán végig tudjuk-e csinálni. Ugye nem értették meg nagyon sokan, hogy azzal nagyon komoly hátrány érni a várost, anyagi hátrány, hogyha a bajnokságot nem játszaná végig a csapatunk. Ennek ellenére süket fületre talált az, amit elmondtunk. Nyilván nekem és még egy jó néhány embernek, akinek szívügye a sport, mindent megtettünk azért, hogy ne hozzuk ilyen kellemetlen helyzetbe a várost. Bár sokan azt kérdezték tőlem, hogy miért nem lenne nekem jobb az, hogyha bebukna a sport, és akkor az a vezetés, ami most van a városban, szembesülne azzal, hogy amit mondtunk, az valójában egy sajnos reális dolog, hogy vissza kell fizetni igen jelentős összegeket. De ha én így gondolkodtam volna, akkor ugyanazon a szinten lennék, amilyen szinten ők vannak. Én azt hiszem, hogy nem így kell gondolkodni, tehát ha valaki egy városért tenni akar, akkor nem úgy kell tenni érte, hogy valamit tönkre teszünk, hanem valamit építünk, vagy megtartunk. Mi megtartottuk a futballt, a bajnokság végéig végigvisszük tisztességesen, és aztán majd eldönti a város vezetése, meg a város sport szerető lakosság, a közönsége, hogy akarja a futballt a továbbiakban, vagy nem akarja. Lehet egy nagyon szép sportcsarnokunk. De olyan, mint az a bizonyos Magos Divavára. Kőkemény áldozatok a szerint, két családot tönkretett. Volt egy NB1-es kézilabda csapatunk. Bizony, az is megsínlette egy család. Volt egy NB1-es futballcsapatunk, az egész város szurkolt nekik. Elképesztő sikereknek szurkolhatott Balmazújváros sportszerető közönsége. Most nem elsősorban a győzelmekről beszélek, hanem arra, hogy itt volt egy Veszprémi kézilabda csapata, itt volt egy Szegedi kézilabda csapat. Vagy akár mondhatnám azt is, hogy a sporttéren pedig ott volt a Ferencvárosra, a Vidin keresztül, az Újpestig mindenki. Hogy jutottunk el idáig? Most vagy kapaszkodunk azért mindegyik csapatunkkal, hogy bennmaradjunk abba a bizonyos osztályba, vagy pedig valami hasonló történt. Hogy jutottunk el idáig? Mi történt velünk? Mi történt Balmazújvárossal? Hát a sporthoz szerintem kell egy megszállottság, és ez minden sportágban így van. Tehát ha megkérdezünk sportolókat, akár csak a fiatal horgász világbajnokunkat, vagy bárkit ebben a városban, aki valamilyen szinten versenyszerűen sportolt, akkor el fogja mondani, hogy a sporthoz kell egy megszállottság, egy fanatizmus, egy kitartás, egy küzdeni tudás, küzdeni akarás, veszíteni tudás, tehát egy embert nevel ki a sport. Ahogy mondtam, azok, akik nem sportoltak, azok ennek hiány vannak. És miután ennek hiány vannak, nincsenek meg bennük azok a nemes tulajdonságok, amik a sportolókban megvannak, és itt nem csak a versenysportolóról beszélek, félreértés ne essék. Itt a tömegsport ugyanúgy kialakítja ezeket a tulajdonságokat, hogy közösségben vagyunk, egymásért küzdünk, együtt gondolkodunk, nyerni szeretnénk, tisztességes eszközökkel szeretnénk nyerni. Nem úgy akarunk nyerni, hogy lerúgjuk a másik csapat játékosát, vagy leütjük, vagy elvágjuk Adamilt a horgászbotján, hanem tisztességes versenyben akarjuk bizonyítani, hogy jobbak vagyunk. Most ebben a városban nem ez a divat.
ebben a városban most az zajlik, hogy amit előzőleg elértek ebben a városban egy közösség a polgármesterrel, az országgyűlési képviselővel, a képviselőkkel és a város lakosságával, azokat most leromboljuk. Tehát ami siker volt, azt most meg kell semmisíteni. Ez általában olyankor van, amikor olyan emberek vezetnek egy várost, és olyan a tanácsadói társaságuk is, vagy közegük, akik alkotni nem tudnak, és aki alkotni nem tud, az annak egyetlen lehetősége van, hogy romboljon. A normálisan gondolkodó ember, ha nem tud alkotni, de lehetősége van bizonyos folyamatokat végigvinni és befejezni, akkor azt végigcsinálja. Az előbbi kérdésemet természetesen polgármester úrnak is föl fogom tenni. Nagyjából ebben a formában, úgynevezett összefüggésben, remélem lesz rá alkalmam. De térjünk vissza a labdarúgóinkhoz. Anyagilag is nehéz helyzetbe kerültek, aztán valahol sikerült egy mentővet szereznünk. Van most mibe kapaszkodnunk? Tényleg mentőv ez a mentőv? Ezzel biztossá vált, hogy be tudjuk fejezni a bajnokságot. Itt ez volt a legfontosabb, hogy be tudjuk fejezni. Ne essen meg az a csorba, és ne történjen meg az a kudarc, hogy Balmazújváros, aki tavaly még NB1-be játszott, az NB2-es bajnokságot nem tudja befejezni. Hiszen tudom, hogy nagyon sokan örülnének, bár a városban a kisebbség, akik örülnének ennek. De erre is csak azt tudom, hogy én az ilyen embereket csak sajnálni tudom. Tehát akinek az az öröm, hogy egy közösségben valami tönkre megy, amiért ugyan semmit nem tettek, de boldogok attól, hogy örülhetnek egy kudarcnak, ami a saját kudarcuk is, mert ők is itt élnek, ők is balmazújvárosiak, mégis boldogok ettől, hát akkor az ilyen embereket én csak sajnálni tudom. De a lényeg az, hogy igen, be tudjuk fejezni az NB2-es bajnokságot, hogy hogyan az majd eldől a hátralévő 6 fordulóban, és aztán utána pedig valóban eldönthetik ebben a városban, hogy azok kerülnek többségbe, akik szeretnék a sportot és az alkotó emberek, vagy azok, akik rombolni akarnak, gyűlöletet akarnak és tönkretenni mindent. Dr. Tiba István eddigi munkásságát ismerve, nagyjából mindenki tudhatja, hogy nem csak jövőképe szokott lenni, hanem konkrét tervei. Mi lesz veled Balmazújváros futballklub? Azért válaszok ketté a dolgot. A futballklub ugye az az utánpótlás klubunk, és természetesen azt szeretném, hogyha a továbbiakban is kitűnően működne, és mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy ez így is legyen. A Sport Kft., ugye aki a profi klubunk, ez nagyon kérdéses, hogy a következő időszakban mi lesz, mert... A kettő összefügg. Összefügg kőkeményen, hiszen a támogatásoknak a mértéke az bizony együtt dolgozik. Én leginkább azért függ össze támogatások szintjén is, de nem elsősorban azért, hanem én úgy gondolom inkább, hogy olyan szinten függ össze, hogyha nincsen egy kifutási lehetőség az utánpótlás korú játékosaink előtt, akkor sokkal nehezebb ide hozni azokat a gyerekeket, akik most egyébként ide jöttek mondjuk Debrecenből vagy a környező településekről, mert akkor elmennek inkább Debrecenbe vissza, vagy elmennek Kisvárdára, Mezőkövesdre, és sorolhatni még egy néhány helyet, ahol van egy olyan kifutási lehetőség, hogyha ő olyan tehetség, akkor hamarabb felfigyelnek rá. Tehát ezért lenne fontos, hogy a profi csapat megmaradjon. Természetesen azzal én is egyetértek, hogy a hosszú távon az önkormányzat ezt nem tudja fenntartani. Nem is az önkormányzat tartotta fönt eddig sem teljes egészében, tehát mielőtt bárki ezt gondolná, hanem volt egy olyan önkormányzat, aki nem sportellenes volt, hanem azok a támogatók, akik eljöttek Balmazújvárosra és leültek beszélni a városvezetéssel, vagy egyáltalán akik a sportot szeretik olyan emberekkel, és ők azt mondták el, hogy igen, most itt egy olyan vezetés van, aki a lehetőségeihez mérten támogatja a sportot, akkor ide ők is szívesen adtak. De abban a pillanatban teljes joggal, ha azt látják, hogy a városvezetése tűzzel-vassal üldözi a sportot, akkor minek adna ide? Tehát, hogyha nem egy irányba akarják húzni ezt a szekeret, akkor azt mondja, hogy el tudja ő máshol is költeni a pénzét, vagy oda tudja adni olyan klubnak, ahol azt látja, hogy a város bár nincs olyan tehetős helyzetben, mint ahogy mi sem voltunk, de mégis szeretik, akarják, közösséget kovácsolnak, akkor támogatjuk őket. Én most azt látom és azt hallgatom minden médiában, hogy a nagy versenyek, gondolok itt világbajnokságokra, mint például a vizes VB, vagy éppen a most futó asztalitenisz VB, az egyben országimás építés. Most ez városi szintre lefordítva, ez nem igaz?
De hogy nem, hiszen aki egy picit is reálisan nézi a dolgokat, akkor az nem vitatja el, hogy Balmazújvárost azóta ismerik ebben az országban, mióta NB1-es futball és kézilabda csapata volt. Addig azt se tudták nagyon sokan, hogy Eszik vagy Isszák, vagy hol van ez a település, egyáltalán Magyarországon van-e. Azóta tudja mindenki, hogy ez a kisváros mire volt képes saját erőből, támogatók segítségével, és valóban a sport, ezt nem értik meg azok, akik soha nem voltak kint egy mérkőzésen, nem érezték annak a hangulatát, vagy nem tudnak lelkesedni azért, hogy egy magyar válogatott szerepel valahol, azoktól ne várjuk el, hogyha azért nem tud lelkesedni valaki, hogy ő magyar, és a magyar válogatott képviseli őt is, és mondjuk sikert arat tőlünk jobb módú, jobb helyzetben lévő nemzet csapata felett, ugyanúgy nem tudja megélni azt, hogy Balmazújváros, amikor kifutottak itt a pályára, teljesen mindegy, hogy abban most grúz játszott, vagy nigériai játszott, vagy magyar játszott, vagy erdélyi magyar játszott, ők Balmazújvárosnak a hírnevét öregbítették. Ha erre nem büszke valaki, akkor ennek soha nem lehet megmagyarázni, hogy a sportnak egy imázsépítő szerepe van. Tehát ez gyakorlatilag veszett fejszennyele. Mintha lóval imádkozna valaki, ez ugyanaz a kísérlet, ezt nem lehet megcsinálni. Ez belülről jön az embernek, hogy büszke a közösségére, még ha ő nem is tud benne részt venni aktívan, büszke a közösségére, mert esetleg hozzájárul, vagy másképp gondolkodik, mivel nem tud hozzájárulni se, meg nem is büszke, mert ezt az érzést nem ismeri, akkor ártsunk neki. Tehát ez a másik véglet. Most ezek a hangosabb Balmazújvároson. Én nagyon bízom benne, hogy a Balmazújvárosi labdarúgó csapat benn fog maradni az NB2-be. Viszont ősszel egy új szezon kezdődik. Hogy fog akkor kinézni a csapatunk? Fontosabb megkérdezek. Milyen neve lesz akkor a csapatunk? Nem tudom. Őszintén mondom, nem tudom. Tehát hátra van még ez a néhány forduló. Én is nagyon örülnék, hozzáteszem, hogyha benn maradnánk. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Az biztos, hogy a következő bajnokságnak így, ilyen bizonytalan helyzetben már nagyon nehéz lenne nekivágni, és felelőtlenség lenne, de mindig először várjuk meg ezt a néhány hetet, hogy hogyan szerepelünk, és aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Előfordulhat még az, hogy a kézislányok, hát azt már nem is mondom, hogy hazai pályán, tehát nem Hajdúnáláson, hanem valóban hazai pályán meg tudják mutatni, hogy a tinik milyen elképesztően tehetségesek? Igen, ezt azt mondom, hogy én is bízom ebben, én is hiszek ebben, és természetesen megpróbálok ezért is megtenni mindent, mint ahogy eddig is megtettem a sportért, most ugyanúgy próbálok a kézilabdáért is, mert az legalább olyan fontos számomra, mint a futball, bármennyire is furcsa, hogy ezt mondom, csak eddig, az elmúlt időszakban volt valaki, aki a kézilabda mögött ott volt, és azt a feladatot, amit esetleg a futballban nekem kellett ellátnom, ő megoldotta. Most már nincs ott ez a valaki, sajnos, és nagyon nagy tiszteletet érdemel azért, hogy éveken keresztül ezt csinálta, és minden elismerésem az övé, és kell, hogy legyen a tisztességes balmazújvárosiak részéről ugyanígy. De én is azt szeretném, hogyha van egy olyan közösségünk, ahol van egy komoly utánpótlás nevelés, mind a férfi, mind a női vonalon, akkor próbáljunk meg a kézilabdába is minél magasabb szintre jutni, hiszen azt is láthattuk, hogy a kézilabdát legalább annyian szeretik Balmazújvároson, mint a futballt.